Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van velem Bence. Sziasztok! És ha minden igaz, és jól sikerül ez a videó, akkor egy új sorozatot üdvözölhettek a csatornánkon, ugyanis... A ti füllentéseitekre fogunk reagálni. Az én videómban lányok füllentéseit fogjuk felolvasni Bencének, és ő fog reagálni, mint egy fiú, nála pedig nyilván fordítva. Amikor kitettem a sztorit, akkor még nem voltam benne biztos, hogy valami használhatót találtam ki, de ahogy elkezdtem olvasni a válaszaitokat, a kis beismeréseket, egy kicsit elbíztam magam. Az az igazság, hogy tudom, hogy ezt nagyon sokszor mondjuk, de hihetetlenek vagytok, úgyhogy alig várom, hogy elkezdjük, és te, mint fiú, aki valószínű, hogy ezeknek a kis füllentéseknek már 95%-ával legalább találkoztál, mit fogsz erre reagálni? Hát én is nagyon kíváncsi vagyok. Fontos egyébként azt is elmondani, hogy mind a kettőnk csatornájára a mai napon érkezik az első rész, tehát nálam megtaláljátok az enyémet, a Rebekáim meg most itt a Rebekáit ugyebár, és hát ugye akkor, hogyha jó lesz, akkor érkeznek a következő részek nagyon-nagyon hamarosan. Tanulok Bencétől, úgyhogy ha nem láttátok még a tokjaimat, akkor a Lamboxon le tudjátok csekkolni, leteszem a linket a leírásba, és kezdjük el. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek csak lányokra specializálódnak, vagy a fiúk is ugyanabban tudnak füllenteni. Tehát ez tényleg egy érdekes dolog tud lenni, ugye egy párkapcsolatban azért... Szerintem lehetnek hasonlók, de van pár, ami itt tényleg csajos, de a kedvencem, ami szerintem nálad is nagyon sokszor meg fog jelenni, a trolljaink. Semmibe, mert nincs párom. Annyian írtátok ez le, volt nálam is, hogy... olvasgattam, nálam is volt, hogy... Erre gondoltam, hogy ez valahogy egyezni fog. A sminktermékek vagy ruhák árai. Úristen, de tipikus. Gondoltam egyébként. Mi, te is szoktál egyébként ebbe füllenteni? Dehogy szoktam. De nem szoktál füllenteni? Nem. Mindig elmondott, hogy milyen drágák ezek a Nem? Na, tehát, hogy ez nálunk úgy igazából nincs. De, hogyha... Ha elkéred a párod bankkártyáit, akkor hazudsz arról, vagy füllentesz arról, hogy hát a vásárlás nem 12 000 volt, hanem mondjuk egy 20-as lekaptál véletlenül. Hát de többségében csak nem kéred, vagy elkérik? Hát hogy ne kérnék el? Hát egy közös ház... Valamit rosszul csinálok! Hello! Dehogy is, nem, mert ez nálunk másképp van, de egy közös háztartásban a más emberek el szokták kérni egymás bankkártyáit. De ez nálunk nem szokás. Lehet, hogy új szokásokat kellene felvennem. Uh-huh. Ez... Megint kezded, Rebeka. Ez nem egy konkrét hazugság vagy füllentés, hanem egy tett. Miszerint tatt. Miszerint alszom mellette, de közben sunyiban nézem, hogy mit csinál a telefonján. Nekem erről van egy sztorim, de ez nem ide tartozik egyébként, és nem olyan. Amikor nagyon-nagyon kicsi voltam, és édesanyja mellett aludtam néha, akkor ő ugye tévézett elalváskor. Remélem ezt amúgy innen fogja megtudni, mert akkor nagyon nagyot fog szerintem rajtam nevetni. Mindig arra emlékszem, hogy a heti hetes rendszeresen ment, tehát nyilván amikor volt, és emlékszem, hogy én aludtam az ágy jobb oldalán, és mindig a jobb oldalamra fordultam, mert ha lehajtottam a fejem, akkor szembe láttam a tévét, és azt játszottam, hogy alszok, de közben néztem a heti hetest. Én is így csináltam. De várj, nálunk tükör volt a gardrób szekrényen, és egy kicsit kibillentetted az ajtaját, ne. A tükörben láttam a tévét. Úristen, ez nagyon nagy. De ez nagyon paráza hogy a párodat úgy csinálsz, mint hogyha aludnád, de sunyiban nézed, hogy telefonozik. Ezt csináltál már ilyet? Nem, oké, haladjunk, ne volt nem. Be. Oké. Jó. Ó, ez cuki. Hogy valami jól néz ki rajta, közben nem is, de nem akarom megbántani, mert neki tetszik. Hát mi már nem itt tartunk, a cipőd, a neon kék-fehér. Na az egy jó cipő. Az nem. Az egy nagyon csúnya cipő. De kedves egyébként, mert Rebeka, nem úgy közli velem, hogy jó, de nem akarod ezt venni, meg ezt venni, hanem ez annyira nem te vagy.
És várjatok, mert Bálint is ezt mondta neki, és amikor én mondtam neki, én mondtam másodjára, tehát Bálint volt az első, és rám nézett, hogy miért mondja ezt mindenki, ez mit jelent? Patrik ott a harmadik egyébként. Ugyanez, ez annyira nem te vagy. De van ilyen, nem? Hogy úgy ránéztek valami ruhára, és azt mondjátok, hogy nem. Hát igen. De ettől függetlenül rendszeresen hordja, tehát... Nem érdekel egyébként, öntörvényű vagyok. Amikor ő menni akar valahova, nekem pedig nincs kedvem, akkor mindig rosszul érzem magam. Rosszul érzem magam. Ezt úgy képzelem, mert tényleg, mint a suliban nálunk, amikor dolgozatot írunk, és én meg jaj, és mentem haza mindig. Nálad ez ilyen nincs, nem? Mármint, hogy ilyenkor megbeszélhetjük a saját tapasztalatokat is, de hát persze. Volt olyan két év alatt, hogy nem. Valahova nem akartam menni. De nem, mert te elmondod, te azt mondod, nem. Neked... Én vagyok kellőképpen hiszt is ahhoz, hogy megmondjam, hogy nincs kedvem. Rebeka, az másképp közel, ez ugyanolyan, mint a cipős nála. Tehát, hogy kitalál, neki az a baj a legtöbbször, hogy random találom ki a dolgokat, és el akarok menni bulizni este, és délután találom ezt egyébként ki. Valamelyik videóban megbeszéltük, hogy azzal van a probléma, hogy túl későn szól. És olyankor én hiszt is leszek, és elmondom, hogy a... hogy most kell szólni, és blablabla. És akkor az a válasz egyébként nem, hogy nem megyünk. Figyelj! Akkor menjél! Nem így szoktam mondani! Akkor menjél Olivérékkel! Nem hiszen... így szoktam mondani! Hát hogy szoktad mondani? Akkor menjél! Nem, azt szoktam mondani, hogy ha akarsz, menjél nyugodtan, nincsen vele semmi baj, de én nem megyek, mert nekem idő kell, hogy elkészüljek, és jelenleg nem állok készen. Ja, meg hogyha beközli velem, hogyha úgy jössz haza, hogy a rókakomát magaddal hozod, akkor vizé nem alszok. Nem szoktam ilyet mondani, hogy rókakomát. Most mit csinálsz? Az én csatornámon vagyunk. Nem akarom, családbarát koncepció van. Na. De így szoktam mondani. Azt szoktam mondani, hogy ha akarsz, menjél nyugodtan, de én nem megyek. Igen. Yeah. De ez olyan rosszul esik nekem, olyan tekintete van, hogy sosem megyek el. Itthon szoktunk szudokuzni. Tehát, hogy... Most mi van? Nyilván viccelek! Felborítalak! Ja, így között vagy megisztom. Nem. Következő. Ne lesse, mindig lesse. Van már, önként belenő, esküszöm, bennem van ez a csibész vér, Rebeka. Ez. Egyébként egy csomó olyan komment volt, hogy a közös videóinknál azt várják a legjobban, hogy mikor lesz az a rész, amikor először mondom, hogy ez hülye. Ez valamit szerintem elárul arról, hogy milyen vicces fiú vagy. Igen. Igen. Azt mondom, már úton vagyok, vagy épp most indulok, de közben még nem is vagyok készen. És itt voltak kiegészítések, hogy még a fürdőben vagyok, és a hajamat mosom, közben borotválkozom, közben fogatmosok, közben nem tudom én micsoda. Ez is egy tipikus, de szerintem nálad például nem volt ilyen. Ja, tényleg nem. Volt ilyen. Hát, hát így ismerjük meg a párokat. Nálunk az szokott lenni. Mondd el, mert én úgy látszik nem vagyok ebben a kapcsolatban. Mi szokott nálunk lenni? Nem most, nyilván mivel itthon vagyunk, de amikor te az irodában vagy és van valami pontos idő megbeszélve, és bármilyen okból kifolyólag érzem már előre, hogy nem fogok odaérni, akkor szoktam mondani, hogy fú, nagyon nagy a dugó befele. Ahogy én is ezt szoktam mondani, csúszok forgalom miatt. És igen, olyankor szoktam mondani, hogy vagy pont lejárt a mosógép, azt is szoktam mondani. Emlékszem meg konkrét ilyen hívásra. Bence, jövök csak, ez a retkes mosógép pont most jár. Nem lehet benne hagyni a ruhát, hát azt ki kell teregetni. Igen, pontosan. Haladjunk tovább. Segítek anyukámnak, közben csak egyedül szeretnék lenni egy kicsit. Az a baj, hogy most ez olyan rosszul jön ki, mert nálunk rengetegszer volt olyan, hogy amikor én hazamentem vásárhelyre, nem értelek el. Akkor tényleg ezt mondtam neked, hogy édesanyának segítek, de olyankor ez tényleg úgy van, mert sose tudom elképzelni, mit segítesz. Ha otthon vagyok, akkor vele vagyok, érted? És aha. Egyszer emlékszem, hogy pont sütöttünk valamit, és te akkor tudtál rendszerint folyamatosan hívni, meg csipogtatni, megállás nélkül, amikor tésztás volt a kezem. És amikor az ötödik hívásnál felvettem, akkor mondtam, hogy fel foglak hívni. Jó ember, figyelj ide, haza fogok menni,
Vigyázzál magadra, jövök! Két nap múlva kelet felől. Jó van már, na hát aztán csak sose lehet tudni. Ha, így is van. Nem? Így is van. Oké. Remélem egyébként, hogy ezzel a videóval senkit nem leplezünk le túlságosan, vagy nem tudom én, bántunk meg, vagy valamire fény derül, de olyan sztorik vannak, amik egyébként új videó ötleteket szülnek. Igen. Úgyhogy szeretnék neked felolvasni egy kis sztorit, amikor a fiú megkérdezi a lányt egy buli után másnap, hogy nagyon berúgtál-e? És a lány válaszolja, hogy dehogy is, csak iszogattunk. Majd lapozok tovább a folytatásra, ami szerint leírja, hogy közben hajnalban krokettet vettem egy benzinkúton, és meg akartam etetni egy szobrot vele. Ez hülye! Imádom! Képzeld el ezt a... Ahogy érted, kapaszkodik a szoborba, mert egyébként annyira szét van, hogy a lábán nem áll. Krokett. Az fogyasztva van. Hát a szobornak nem mindegy. Fogyasztott krokettel akart megetetni egy szobrot. Imádom. Neked volt már ilyen két év, hogy azt mondtad, hogy... Hát csak kiszogat. Jaj, hát egy esetről tudok. De ott nem másnap mondtad, hanem telefonáltunk. Nem megyek bele a részletére, beszélünk. Én egyébként soundon voltam, szóval én sem voltam valami jól helyzet magaslatán, de hogy úristen, én tökre képbe voltam a dolgokkal. Hívom Rebekát, hát ott elnyomogja a dolgokat, mondja, hogy mi van. Mondom, te berúgtál? Nem, csak most nagyon kell vigyázni. Mondom, mire kell vigyázni? És mondom, oké, tegyük le és írjunk, akkor meg vigyázzál. Jó. Hát, és akkor ott jöttem rá, hogy egyébként iszogatott a jány, hogy elkezdtünk írni. Ő meg próbált írni. Nyilván tudod beszélni, meg minden, csak úgy nagyon meg volt okosodva. Tehát, hogy... Ez az én csatornám! Ennek nem arról kellene szólni, hogy itt engem égessél be! Nem szívem, párkapcsolati... Jó, tudom, hát néha félrecsúszik a dolog, hát most mit csináljak vele? Félrecsúszik vágás közben üvegpesgőt le. Na, hát... A martini az más. Az teljesen más egyébként. Édes fehér pesgő. Felejtsük el. Martini Magyarország, keresétek meg Rebekát. Szerintem nincs is Martini Magyarország. Nem, na, tudom, mindegy. De ha van, akkor... De hogy Rebekával így, volt még más, amikor azt mondtad, hogy nem csak kiszogattunk, ezt azon kaptad magad, hogy az automosóba próbálnak téged megfürdetni a barátnőid, nem? Milyen nagyod volt ilyen? Hogy random beállítottunk valakit, és kifizettük a tokent, és... Erdély. Mire is számítottam. Hogyha magadra ismersz egyébként az írásokból, amiket most felolvasok, tekintve, hogy ugyanaz a hölgy írta ezt is, mint az előzőt, keresd meg, és legyünk legjobb barátok, léci. Azt mondom neki, hogy nem én pukisztam, hanem ő volt, és néha el is hiszi. Mennyire nagy, amikor úgy kamuzol a csávodnak, hogy elhiszi, ki amit kamuzol. Lány? Nem tudom, de nagyon jó arc. Írjál e-mailt, írjál Insta, mind a kettőnek belőled videóst kell faragni. Itt fogsz ülni középen majd, mikor lejár a karanténos időszak, meg elmegy ez a csúnya vírus. Mi lenne, hogyha... Ez hülye. Nem megyünk bele ilyenekbe, Rebeka, mi lenne, hogyha... Tudod, mi lenne? Semmi nem lenne. Mi szó, el is hiszi, te milyen csávó az? Nagyon jó. Mondjuk ez nem a csávó hibája. De ti vagytok olyan rafkosok. Emlékszem, még annó iskolás koromban volt egy csajosztálytársam, aki tényleg... Mondta a barátjának, hogy de nem emlékszed, de tényleg ez történt a múltkor, hogy legyen ürügy veszekedni, és tényleg a csávó elhitte. Ja, tényleg a múltkor, tényleg azt mondtam neked, meg ott voltam. Meg vagyunk bolondulva, tehát mi se tudunk rendesen gondolkodni. De jó, hogy nem mi etetjük krokettel. Hajnalban a szobrot a kút mellett, de az már másik kérdés. És akkor mostanra legyen egy utolsó, és nagyon remélem, hogy lesz folytatás, mert rengeteget ki kellett hagynom sajnos. Azt írtam neki, hogy levittem sétálni a kutyát, közben a barátnőmmel kávéztunk. Ez a legtipikusabb szerintem, amikor bármit kitalálsz, hogy a barátnőddel kávézgass. Neked tuti nem voltak ilyenek egyébként. Édesanyának segítek, közben bent Szegeden a barátnőkkel négyen ültök basszus a kis suite-be, és így mentek.
Milyen Swiftbe? Hát már mondtam egy kocsit, na hát nem minden, Ferrariba ott vagytok, és akkor izé, és kiszálltok, és mondjátok a fiúknak, hogy jeló, az csak egy Swift, a milyen egy Ferco. Akkor így, mindegy, nem? Volt ilyen? Hát Ferrari sztorim nem volt. De volt olyan, hogy azt mondtad, hogy... Igen. Hát azt te nem vagy őszinte velem? Hát még egy fél órát szerettem volna ott maradni Lauránál és társalogni, de neked nagyon fontos dolgod volt elvileg. És te mit mondtál nekem? Épp Lauránál végzett a mosógép és ki kell teregetni? Nem, hanem hogy sok idő volt az irodából átérni Lauránhoz, és csak akkor értem oda, pedig akkor már 3-4 órája ott voltam és beszélgettünk. Hát ez remek. Jót dumáltunk egyébként, és megfejtettük a világot, úgyhogy nem tudom, mennyire sokkoltalak le. Én nagyon szeretném folytatni ezt a videósorozatot. Azért én január óta több sorozatunk volt, és mondhatom azt, hogy talán ez az egyik legjobb. Ebben tök jól érzem magam. Igen, mert ez vicces. Az biztos. Amíg nem kerülnek elő nagy titkok így a nézőktől, addig jó. Igen. Következő sorozatunk, oknyomozó sorozat, Rebeka és Bence kalandjai, felfedjük a párkapcsolati titkokat, utánatok járunk, és kiderül az igazság. The more you know. Bevágás. És most a kosaras, aki nevet. Ennyi elég. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mind a kettőnkre, hogyha még nem vagytok, és nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, és természetesen ebből adódóan nézzétek meg Bencénél a következő részt, ahol én reagálok a fiúk titkaira, és derülnek ki titkok Bencéről is. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma. Hogyha beszeretnétek lesni a hétköznapjainkban, nincs más dolgotok, mint átjönni Instagramra és lecsekkolni a sztorinkat. Kövessetek ott is. Ügyes vagy. Köszönöm. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!